Már csak alig egy hónap van hátra az SZIA bevallás benyújtásának határidejéig, erre a dolgozó diákoknak is érdemes odafigyelni. Ugyanis amennyiben a tanulók nyári munkát végeztek, vagy a teljes tanévben dolgoztak 2021-ben és adóköteles jövedelmet szereztek, akkor SZIA bevallást kell készíteniük május 20-áig. A kifizetők munkáltatók adatszolgáltatása alapján a NAV készít bevallási tervezetet. A dokumentum tartalmazza a jövedelem és a levont adó összegét, illetve azokat a kedvezményeket, amelyeket a nyilatkozat alapján már évközben érvényesített a diák. Hogyha a diáknak van ügyfélkapus elérési lehetősége, ez a legegyszerűbb mód, akkor akár a hivatal honlapjáról, az ESZIA felületről meg tudja tekinteni a bevallási tervezetét, és szükség esetén ki tudja egészíteni, módosítani tudja, illetve hogyha nem felelnek meg az adatok, vagy nem így szeretné teljesíteni, akkor önállóan is tud bevallást benyújtani. Az érintetteknek ki kell egészíteniük a tervezetet, amennyiben nem szerepel a dokumentumban minden adóköteles jövedelem, vagy olyan kedvezményt érvényesítenek, amelyet évközben nem tettek meg. A kiegészítéseket pedig véglegesíteni kell és jóvá kell hagyni, csak ezután küldhető be a bevallás. Hogyha a diák nem érti a bevallási tervezetnek a működését, akkor bármelyik ügyfélszolgálaton, akár személyesen is segítséget tud kérni, viszont azt javasoljuk ehhez, hogy akkor az összes alapdokumentumot össze kell szedni, és úgy kell bemenni az ügyfélszolgálatra, és ott a kollégák tudnak segíteni a bevallási tervezetnek a módosításában. A tervezetek ellenőrzése, esetleges módosítása vagy kiegészítése akár mobiltelefonról is végezhető az adóhivatal ESZIA felületén. A diákok itt rendelkezhetnek adójuk 1+1%-áról is.